Az órámnak az az elnevezés, hogy tudatos mozgástréning, ez egy alapjátéksor. Tehát tulajdonképpen bárki, akinek van valamiféle drámás képzettsége, az ezt a játéksort egyébként össze tudja rakni, és le tudja vezetni. Ami én ezt nagyon szeretem, vagy ami miatt szerintem fontos, hogy a diákok ezzel találkozzanak, mert ez egy picit megmozdítja őket. Az óra tök egyszerű mozgásokból épül fel, de ahogy egymás után vannak téve, a végén már egész izgalmas dolgokig jutunk el, tehát ilyen tükörjátékokig, szoborjátékokig, egymásból szobrokat készítenek, leutánozzák egymás mozdulatát, és ahogy ez zajlik, azt gondolom, hogy az ő testtudatuk valamennyire fejlődik. Nagyon sokszor mondanak olyat a pedagógusok, hogy ez nagyon kell lett már ennek az osztálynak, mert hogy közben nagyon erősen egymásra is kell figyelni az egész közösségnek, ennek a 20-30 vagy 40 embernek, aki részt vesz rajta, és hát ez összehozza őket, tehát hogyha egy pedagógus úgy érzi, hogy az ő közössége az nem feltétlenül találta még meg az ideális formáját, akkor egy ilyen 45 perces óra az tök sokat tud segíteni. És tulajdonképpen ezek a gyakorlatok, meg ezek a játékok, ezek ezt segítik elő, hogy oda tudjunk figyelni a másikra, az energiáira is, hiszen ugye ezek a mozdulatok, amiket csinálnak, ezek gyakran energiák, vagy szóval energiák is, vagy van egy kisugárzása ilyenkor a másiknak, van az egész közösségnek egy kisugárzása. És hogyha a figyelem jól működik, érdeklődés van, nyitottság van, akkor ez tök jó, és hát ez jó átér.